Több mint 150-en bánoztak szombat este a Füzesabonyi Közösségi Ház Parapöttönke Alapítvány támogatásáért. Ez volt sorban a 17. jótékonysági beállja az alapítványnak. Most a Márton napi libabálnak neveztük el, és a bevételt szeretnénk a gyerekek környezetének a szépítésére fordítani, a belső bútorok felújítását tűztük ki célul. A fellépők azok a nagycsoportosaink, illetve a tehetséggondozó műhelynek a táncosai, néptáncosai, illetve az almacsoportosoknak a nagy része fog fellépni egy mártonnapi liba mulatsággal. Ezt követi az önkéntes tűzoltóknak a műsora, mert nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, főleg, hogy nagy részük már úgy került ki tőlünk, mint gyermek, aki azóta felnőtt, illetve szülőként fognak táncot lopni tűzoltó jelmezve, mondjuk így. És a műsort a dolgozóknak a műsora zárja, egy meglepetés műsor lesz. A bál sikerességét sokan támogatták. Hál' az Istennek minden csoportban a szülők aktívak voltak. A sütemények, házi jellegű sütemények lesznek felszolgálva a bálban, illetve támogató jegyet, aki tudott és szeretett volna úgy támogatni minket, azok vásároltak. Volt, aki a folyószámlánkra utalt összeget, illetve több vállalkozó is, nagy cég is támogatta a mai esti programunkat. Itt szeretném megemlíteni és megköszönni a segítséget a Városi Önkormányzatnak, a Pikopak ZRT-nek, a Musasi Vállalatnak, illetve több vállalkozó is mellintette le a voksot és támogatott bennünket. A bálon szervezeti változásokat is bejelentettek. Dohány Istvánnét, Németné Szarvas Erzsévet váltja a kuratóriai elnöki poszton. Az új elnök a terveiről is beszélt. Dohány Istvánné Marikanitől el fogunk köszönni, és megköszönjük a 23 éves rendíthetetlen munkáját, amivel az alapítványt vitte és csinálta nagy lendülettel és örömmel. És ezt szeretnénk tovább folytatni a következő évtizedekben. Az első szempont az, hogy a szülők igényeit felmérve és a dolgozósokkal közösen válvetve a mostani igényeket szeretnénk kielégíteni a szülőknek. És ez a bál is nagy rész azért történt, mert a szülők már ősszel jelezték, hogy nagyon szeretnének már bálozni együtt, mivel 5 évet úgy pihentettünk, mivel közben jött a Covid-járvány időszaka is, gazdasági válság. De a lényeg, most már a szülők nagyon szeretnének mulatni így együtt, mint régen, amikor 17-szer egymás után meg tudtuk csinálni az elmúlt évtizedben a bálainkat. A bálra nem csak táncol és zenével készültek a szervezők, felléptek az óvodások, a 20 éves helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, valamint a nagy libalopás produkcióval az óvoda dolgozói is. Bella ciao, bella ciao.